Hello srácok, ez itt a Gaming is Fun, és most a WWE 2K17 karriermódunkat fogjuk folytatni, amiben elérkeztünk az első gálához, az NXT TakeOver Brooklynhoz. Köszönöm, hogy megnézitek ezt a videót, igazán nagyra értékelem, ha tetszik, nyomjatok egy lájkot, írjátok le a véleményeteket, és ne felejtsétek el... Oh. Elbocsoltam a feliratkozásra való felhívást. Oké, okay, I fucked up. Szóval iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő epizódokról. Nos, hát igen. Az előző rész azzal ért véget, hogy megtudtuk, hogy Fandango lesz az ellenfelünk az NXT TakeOver-en, amitől nagyon bánatos lettem, ugyanis mióta feudalunk Finn Balorral, erre kapunk egy ilyen bullshit meccset? Fandango ellen egy normál meccs, nem is valami street fight, hogy elkenjem a kis szakállát, vagy valami? Ez mi? Ez mi? Ah, jó, mindegy, szerintem fogok egy promót nyomni. És nem tudom, hogy kit lehet call-outozni, de valószínűleg izét nem lehet. Oké, nem is lehet. Ja, várjál, én Balort akarom. Mert vele még unfinished business van. Csak nem... Ja, itt van. Oké. Okay. Call-outoljuk Balort. És... Ladies and gentlemen, it's time for taking over in Brooklyn. Hát nagyon remélem, hogy nem fogja ezt a kis opening szint letiltani a YouTube, mert óriási feelinget ad hozzá. Ahogy így... Elvileg elkezdődik a takeover, bár amikor másodszorra is, aha. Igen, NXT Chant, Brooklynban, a Barclays Centerben, majdnem 20 ezer rajongó. Ki se írták, én tudom, hogy Brooklyn mind... Jaj, de hülye vagyok, hiszen ez, mivel NXT Brooklyn a neve, ezért Brooklynban van, úristen. Oké, okay. Hát a... Első pár perccel egy kicsit bocsasa sikerült nekem, ezért bocsánatot kérek, de kegyetlenül toljuk a show opener promónkat, velünk kezdődik az adás, lehetne ennél csodálatosabb és dicsőségesebb kezdete az NXT-nek, az NXT TakeOver-nek, mert szerintem nem. És egyébként olyan hangosan ordít a fülembe a zene, hogy lehet, hogy én meg túl hangosan fogok beszélni, vagy nem tudom. Tehát most hirtelen a... What? What? Fogta magát, megállt a játék, és megállt a felvétel is. Oké, okay, utána járok. Suggested actions. Check for update. Na most újraindítom a játékot. De attól tartok, hogy beszart szerencsétlen játék. És láttam ilyet már a izén is, interneten is, hogy megesik. Please do not try this at home. Hát ne próbáljátok ki ezt otthon, mert ez történik, mint most. És nagyon idegesek lesztek, és berédzseltek, és aurédzsek lesztek. Hiába itt a szép opening szín, amit sajnos nem nézhetünk végig, pedig imádom. Azért, mert a YouTube egyből szétkap minket. Na, itt van. 1.3-as patchre van frissítve, itt megy Lesnar, meg minden. Most megnyomtam a press any button-ös dolgot. Career continue. Ha nem fog működni, bemegyek. Kapom a berendezést. Ugyanott vagyunk, mint az előbb? Hát akkor csapassuk. What the fuck is this? Hát remélem, hogy betölt, mert... Finn Balor ugye... Twitteren üzenget, aztán pedig leüt a backstage-be, pedig kétszer is elvertem. Ennek a történetnek pontot kéne tenni a végére. De az a helyzet, hogy... Azt nem egy promóban kéne, vagy... Tehát, annak a meccs, a rendeltetés szerű menete, és egyébként nem értem, hogy miért ilyen hangos és furcsa a zene.
Lehet, hogy az update-nál, basszus, valószínűleg az update-tal a beállítások egy kicsit megkavaródtak. Az viszont azért gáz, mert jó. Na, megint beszart a program. Fújúj. Na hát akkor... ennek megpróbálok utána járni, hogy ez mitől van, mert ez nagyon gáz, és hát nagyon rossz lenne, hogyha már 7 rész után beszarna a játék úgy, ahogy van. Mert akkor teljesen átmegyek Broken Bercibe, és klasszifályozni fogom myself-et as obsolete. És a játék, pedig tudjátok, mi fog történni amellett, hogy felkerül a listámra? Még ki is törlöm. Delete, delete. Oké, ez egy kicsit furcsa volt. De PLS működjön már. Oké, rohadt hangos a zene, I get it. Ti nem halljátok valószínűleg, mert minden zene copyrightos benne, és alapon úgy van megcsinálva a játék, hogy ne hallhassátok. Na, audio volume. Pedig nem. Jó, mindegy, menu music, ott leveszem ennyire. És hát megnézzük a My Career-t, hogy mit tudok vele kezdeni, de ez nagyon gáz, hogyha nem. Tehát most ugye megint nem fogom rányomni simán az options-re, mert annak köbben semmi értelme, mert nem, ki akarok lépni. Mi? Most meg teljesen be... Mi? Kidobott a menübe. Nem értem, hogy mi történik. Oké. Itt van a card, itt van a meccsünk, itt van a promo. Ami egyébként meglepően kevés meccs van a cardon. És miért nincs olyan, hogy... Ha azt mondom, hogy back, akkor kilép a menübe? Ezt nem hiszem el. Igen, kilép a menübe. Még egy dolgot fogok megpróbálni, hogyha most sem működik. Közben remélem, ezt eszem. Nem csak a fészkemet fogom oda tenni szánalmasan, ahogy megtörve üldögélek itt a zöld háttér előtt. Most van egy töltési folyamat, ami pozitív. És töltési folyamat az néha szokott arra, ahhoz segíteni, ó, nincs itt a vízem, remek, hogy működjön. De lehet, hogyha most sem működik, akkor leállítom a videót, és ezt kiteszem egy ilyen hat és feles résznek, vagy valami. És akkor majd csak utána folytatom, hogyha megcsinálom valami internetes hack alapján. De lehet, hogy csak fogom azt... Itt vagyunk! És szól a zenénk! What the fuck? Izé, Gigapopra megérkezünk, már mi nyilván nem Gigapop, de tőlem egy Gigapop és Markout. What the fuck? Na, hát ennek örülök. Na, nem hat és feledik rész lesz, hanem csak hetedik. Mert itt vagyunk, Brooklynban, a Smart közönség előtt. Shut up and listen, you stupid idiot. De még visszakiabálnak nekünk. Na igen, oké, mehetünk tovább. Szóval... The flea has no talent. I can't stand him. Nem bírom ki Finn Balort egyszerűen. Olyan szánalmas, mint ezek az emberek, és... Twitteren írogat? Tényleg Twitteren? És milyen közönségreakció jön, halljátok ezt? Úgyhogy... Finn Balor is a play-yep. Pontosan. Strong reaction, bonus level 3, that's how you do a fucking promo, man. Megfertőzi a céget, Finn Balor csak egy olyan dolog, amire mi hamarabb orvosság kéne, mert elárasztja a mocskával az egész
egész arénát és egész WWE-t. Oké, következő. Ó, itt van! Megérkezett Balor! Kezdődik. Mi van te? Ki van festve, pedig nincs is meccse szerintem, nem baj. Engem legalább megtisztel azzal, hogy nem az utcai fiú szerepben jön, hanem ezzel a kis démonos valamivel. Na, gyere már be a ringbe! Gyorsabban, mert nem érek rá, mert nekem meccsem van, de te csak egy lazy part-timer vagy. Úgyhogy gyorsan válaszolj azt. Max egy kis brawl vagy valami. Na, mondjad gyorsabban. Jaj, persze, hogy nem meglepő, hogy én ilyen köcsög vagyok, de van egy kis unfinished business, végre egy dolog, amiben egyetértünk. És right here, right now csináljuk. Én is ezt mondom. Helyett. Are you delusional or stupid? Szerintem stupid idiot. Felkerül Finn Balor a listára. Most jelenleg. Na, hát... nem tudom eldönteni, hogy csak simán sík hülye vagy, vagy őrült, de lehet, hogy mind a kettő, sőt valami delusionalt is mondom, én nem jutott eszembe, mit jelent, és mind a három is lehet. Fész? Megyek felfelé fésznek? Mi? Hát én vagyok a biznisz legnagyobb híje. Ez hülye ez a izék is. Jobb felül ez a bullshit. Ja, igen. Oké. Nézzük a következőt. You don't ever say you are useless waste of skin. Pontosan. Strong reaction bonus. És mehetne már jobban lefelé egyébként a face, disrespectful, így is van, egy jó heel az mocsok, nem adja már meg, hogy kell a közönségnek, gyáva és mindenek felett disrespectful, jegyezzétek meg. Olyan a business nem látott még ilyen csicskát, mint te vagy, Balor, és hát ez a useless waste of skin, nem tudom milyen fordulat akar lenni, nyilván értem a szavakat, csak hülyén hangzik magyarul az, hogy jó. Oké, aha, szóval miért nem bizonyítod be, hogy te idevaló vagy, hogyha már ilyen nagy a szád? We can do this anytime I want the match to end all matches, you barbaric. Life doesn't always play fair. Pontosan. És már megy le a fészes dolgunk, nagyon-nagyon rendesen. Úgyhogy kéne egy heel turn, bizony kurvára kéne egy heel turn. Vagyis hát én már heel vagyok, én mindig heel vagyok. De a játékban még az a kis, még egy kicsit mehetne lejjebb, és akkor jó lenne. Na mit válaszolsz Balor arra, hogy azt mondtam, hogy egy csíra vagy? Hát igen, a szavak ideje lejárt, ami a Rainbow Six Siege-nek is a... Hol van? Ide van valahova írva, nagyon-nagyon kicsi betűvel, hogy szavak ideje lejárt, de... Valószínűleg ezt nem fogjátok látni. Nyertem! What do we got over here? Hey, yo, Enzo! Look what we got here, huh? What do we got over here? Couple of winners, Eamon. Igen, megnyertük a promót, blabla. Hiltont akarok venni. A kövi NXT takeover után izén Hiltörnölünk szerintem. Ami már valószínűleg a kövi rész lesz, mert így is már nem tudom mennyire fogom kivágni a bullshites részeket, de lehet, hogy egy 14 perc lesz így is. És akkor jöhet a mi meccsünk Fandango ellen. Kegyetlen leszek. Kiadom minden frusztrációmat ezen az egy emberen, aki szintén egy useless waste of skin, amellett pedig egy stupid idiot. És hát... most frusztrált vagyok Balor miatt, frusztrált vagyok azért, mert a játék bekresselt háromszor, vagy kétszer, nem tudom. És frusztrált vagyok azért, hogy a bookingért miért nem Balort kaptam? Mi? Miért ezt a valami fán dangót? De legalább Brooklyn is láthatja a Gift of VMB-t. Drink it in, man!
Oké, ez egy kicsit... Nem, mert már túl Jerikós betonom, az a baj. Ki kéne találni valami egyedit is. Picsába. De legalább a Piro jó. Most tényleg erősen fogok azon gondolkodni, hogy hogyan lehetnék egyedi egy kicsit, mert oké, hogy Jericho over as fuck, de attól függetlenül valami egyediséget lehetne, mert a lista, a Codebreaker, meg most van ez a Gift of izé is eléggé kopi, úgyhogy erősen gondolkodni fogok azon, hogy hogyan legyek over, de unique heal legyek. Oké. Nem köszönünk a gyerekeknek. Nem. No. No. Csicska vagy, csicska vagy. Most annyira van kedvem játszani ezzel a játékkal, és még épp látok is, hogy játszok, aminek külön örülök, mert azt hittem senkit nem fog érdekelni ez a sorozat, de van pár jó érzésű magyar pankráció rajongó. Mi? Csopotac? Csopotac, igen? Hát, neckbreakerbe kontrázva, és aztán egy térdes to your face, azt felállítunk, mármint mint az embert felszedjük. Oké? És egyből outside-ra megyünk, nem vesztegetjük az időt, sunset flip powerbomb to the outside. Hú, de szépen kóloltam, hát ha most már eszembe fognak jutni a nevek. Mi? Ez nem jut eszembe. Úgy. Aztán egy ilyen valami running block, nem tudom mi a neve, megtaposgáljuk egy kicsit bal lábbal. Aztán step, nem step up, csak sima enzugiri. Majd reversálja. Igen, reversálja. Nem. Ez egy bullshit mozdulat. Ez egy bullshit. Six-nél járunk, igen. Six-nél járunk, valóban. 7-nél járunk, szerintem lassan el kéne kezdeni visszafelé menni. Nem gondolja Fandango egyébként? Mert én megyek. Vissza is értünk. És... egy kicsit. Tribute to Sami Zayn. Meliugrott. What the fuck, man? Ez elég szép heel kick volt. Más kérdés, hogy... eléggé furcsán nézett ki. Mármint a játék miatt. De ez a Phoenix Flash még mindig a régi. És a Standing Shooting Star Press is a régi. Irish Whip to the Ropes. Nem tudom, Leapfrog, ami alatta az nem jutott eszembe. És egy... valamilyen suplex, továbbra sem tudom a nevét. És most jobb lábbal taposgáljuk meg. Ott a legjobban fáj. Mondjuk ez csak az első volt az. Kb. Elfelejtettem, hogy mik a mozdulataim, már olyan rég játszottam játékkal, még bőven a véres november előtt egy héttel játszottam utoljára. Szóval videót tettem ki, de az olyan szinten volt pritép, hogy egy évvel pritép. Az egy kicsit mellé ment, semmi gáz. Egy szép close line. Aztán tauntoljuk a közönséget. Hello! Na. Úgy, állj fel kislány, állj fel, gyere, ne bocsok. Úgy. Mi? Hát nyomtam a signature-t. Nem jó. És... bum, pelé kick. Gyorsan pinel, teljesen káó a pali. Mi? A pinelésből így felrúg? Mi a szar? És mászik a majom, mászik felfelé. Nem kapott... nem... DDT, vagy mi a suplex? Lett volna, hogyha nem én lennék a legjobb Riverside városban, és egy codebreaker, out of nowhere, bitch, és spineljük. Egy, kettő. What? Kettőnél kirúg? Fandango, egy codebreaker out of nowhere-ből? Igen? Akkor powerbomb. De Fandango egy buzi jobber a Rown, vagy nem, SmackDownon még, azt sem tudom, hogy melyik brandem van, mert egy akkora jobber. Hogyha lenne egy 1-től 10-es skála, hogy mekkora jobber, akkor ő 11-es lenne. Nem tudom, ti hogy vagytok velem. Velem? Akkor azt mondtam, fú, de szarultanom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem Fandango...
Felkerült a listára. Csapatjuk tovább a meccset. Egy kis reklámszünet volt. Nem történt semmi. És bemutatkozik. Eddig még semmi. Mert előbb adunk egy gyönyörű szuplexet, mindjárt adunk neki. Nincsen reverse szálom, és ez a köcsög meg... Mi ez? Dragon leg valami... Fú, banyek, valami ilyen csók. Na, signature-je van a majomnak. Nem baj, reverse szálom. Igen. Nem! Jó, mondjuk, hogyha ez a signature-je, akkor attól annyira nem félek. Jó, nagyon ügyes vagy, hogy tudsz stance lépéseket, meg felmész a felső sarokba, és onnan le akarod a leg dropodat adni. De ez most nem jött össze. Leütötte a bírót? Úgy. Gyorsan. És? Codebreaker. Másodszorra is. Nagyon szép codebreaker volt. Boom. És spineljük. Egy. Mi? Egynél? Vagy egyelőtt? Mi a szar? Oké. Akkor dolgozunk még akkor rajta egy kicsit. 450 splash! Springboard! To the ring, into the ring. Nem Phoenix splash volt, hanem más nézünk most. Lowdown-t. Amit Frog splashként is ismerhettek, bár ez inkább Lowdown. Oké, aztán... Állj fel, kislány. Kimegyünk kötélen kívülre. És vissza ráugrunk. Boom! Phenomenal forearm! Gyerünk! Egy! Kettő! Három! Ding ding ding! Itt van a győztes! És még mindig veretlen az NXT-ben! In all of NXT! VMB! Iratkozzatok fel! Hiába volt signature-je, szerencsére a finisherjét kivédtem, aztán valami, ez inkább a játék hibája volt, hogy egynél kirúgott, de ez tényleg phenomenal forearm volt, amit majd elnevezek valami másnak, pölő a YouTube átka, vagy valami ilyesminek, hogy ilyen a karakterhez. Igen, én vagyok a győztes, de még nem hagyjuk itt Fandangot, ugyanis nem adtam ki a frusztrációmat eléggé. Nem, ilyen nem kell, nem, tedd le, nem. Egy új dolog jutott eszembe. Egy új dolog, sőt, nem is kell hozzá Fandango. Igazából én már nem is rá vagyok dühös, mert őt már legyőztem. Egy ember idegesít még. Mi? Oké, tehát let me explain what I was going to do. Szóval azt akartam csinálni, hogy ugye lehet menni backstage-be, bemenni az öltözőbe, és bemenni az irodába. Ahol ugye NXT-n ki más lenne, mint Triple H. És gondoltam, hogy egy kicsit megkérdezem, esetleg egy powerbomb vagy valami keretei között, hogy miért ezt csicskát búkolták be ellenem, de nem, mert ahogy elindultam a backstage felé, you know, just a fucking cutscene, úgyhogy sajnálom, srácok. Ez a book, ez furcsa volt, de én úgy gondolom, hogy jó meccs volt, igaz, hogy elég egyértelműen és egyszerűen nyertünk, de hát, na, nem lehet mindenki olyan jó, mint én. Viszont Balorral benne vagyunk egy rivalry-ben, tehát egy feudban, és már egy rankot feljebb is léptünk az NXT, Championship ranglétráján, és hogyha Finn Balor ellen megnyerjük a feudunkat, több meccset is akár, akkor talán még Samoa Joe-t ki is hívhatjuk a bajnoki jövért. De ez a jövő zenéje, és köszönöm, hogy megnéztétek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, osszátok meg, nagyon fontos, hogy a többi magyar pankráció rajongóhoz is eljusson, és találkozunk a legközelebbi részben, de addig is gaming is fun, és sziasztok!